Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornán, és ezzel a kis pici sminkperccel jelentkezem be ennél a videónál, mert úgy gondoltam, hogy egy kicsit feldobom. Tehát ezt a sminket készítettem el, láttátok ilyen két-három etapba, közben megint kifújja a szememet a szél. Nem baj, ismét beköszöntött az ősz, visszakerült a szélcseki kapucnis kabát, a kapucnis Jackie, illetve a sál. Hát, és közben a postás próbált szegény átaladni előttünk, de így nagyon nem ment neki erre a bringára való. Ilyen háromszor rendült föl, amíg fel tudott ülni. Na, szommárom, ez egy nagyon érdekes videó lesz. Már igaz, hogy a troll folyamatosan beszél. Szóval igaz, hogy nem olyan jó az idő, ilyen szeszélyes, tiszta ilyen áprilisi idő van, de közben én őszbehajló, és már május végén vagyunk. Nem baj. Én arra gondoltam, hogy ilyen nyári üde illatokat fogok nektek ajánlani. Úgyhogy, ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem. Tulajdonképpen már nyárba vagyunk. Amikor ez képernyő, mondjuk dátumszerűen. Na, sziasztok! Mint láthatjátok, tök máshogy nézek ki, mint az előző bejelentkezéskor. Ez azért van, mert megint csak eltelt egy pár nap, és én amikor naivan azt gondolom, hogy felveszek egy ilyen intrót, mert éppen olyan hangulatom van, majd még aznap befejezem a videó felvételét, illetve ezt elkezdem és befejezem. Hát ez nem jött össze. Tanév vége, online értekezletek, vizsgavideó kiértékelések, mindenféle beszámolók, megírása, összegyűjtése, kiértékelése, elküldése, begyűjtése. Szóval ez most egy elég nehéz, húzós időszak, de már látom az alagút végét. Viszont most lett itt az alkalom, megszületett végre az elhatározás is, hogy ez most klappol, és fel tudom venni ezt az illatos videót. Ez nem egy szokványos parfüm ajánló lesz, hanem egy nyári tavaszi illatajánló. Megpróbálok ilyen illatokat összegyűjteni nektek, olyanokat, amiket talán még nem is mutattam. Szerintem azért lesz olyan, amit már mutattam, de részben most van egy csomó új illatom, és azokból szeretnék szemezgetni. Úgyhogy most fölpattintok valami kis szolid sminket, és csapjunk is bele a videóba. Azon gondolkozom, hogy milyen sminket csináljak. Csupán csak ennyi. De most jön a csiribi csiribá, és a következő pillanatban már láthatjátok az eredményt, amit én még nem tudok. Voilà! Itt vagyok. Mielőtt még elkezdeném a videót, úgyis megkérdeznétek, úgyis mindig szó esik a sminkemről. Én most fókuszálnék konkrétan egy dologra, a szempilláimra, és ezt most nézzétek meg, hagyok egy kis időt, hogy ezt így emészétek, mert szerintem ez valami brutálisan gyönyörű. Ez egy bomba választásom volt. Van róla teszt videó. Nem tudom, hogy ez a videó megye ki előbb, vagy az. Minden esetre elmondom, hogy ez egy új felfedezésem, ami nem más, mint a Nye Oleari nevű olasz márka, ami 1916-ban, azt hiszem, vagy 17-ben, nem, 16-ban alapítódott, egy Riccardo Nye Oleari férfiú által, ami egy divat cég volt, viszont 2017 óta sminkmárkákat is gyárt, mármint a sminktermékeket is gyárt a márka pontosabban, és ilyen kis trendi kinézetű csomagolás, ez egy giga méret, ez egy 14 millis szemspirál, teljesen hagyományos a keféje, nem irritálja a szememet, gyönyörű pillákat csinál, nagyon drága, de ha azt veszem, hogy mondjuk egy L'Oréal szemspirál, és így most összehasonlítva a Volumissime 5 szemspirál, és ez így egymás mellett, nézzétek meg, tehát így nagyságrendben elképesztő. Én nem is tudom, és még ki is szokik a kezemből, talán ez egy 7-8 millis kiszerelés, ez egy 14 millis, és ha azt hiszem, hogy a L'Oréal 4000 forint, ő pedig 9000 forint volt, akkor ott vagyok, mint akár két L'Oréal ára, mert, vagy lehet, hogy egy 7 millis, nem tudom, teljesen mindegy,
mert lehet, hogy drága high-end árkategóriában van, de annyira bejött nekem ez a szemspirál, mind az állaga, mind a kinézete, mind a hatása, mind az egész napos viselésén keresztül, hogy nem volt semmi negatív tapasztalatom, hogy nem szúrta a szememet, amikor fölvittem, a szempilleimat nem nehezíti el, szerintem gyönyörűen néz ki, drámai pilákat csinál, még sincs rajta egy kiló festék, szóval szumma-szummárum ki fogok még dolgokat próbálni a márkától. Még egyszer elmondom, Nye Oleári, a Müllerben találtam rá, és most sminkperceket befejeztem, és jöjjenek az illatpercek. Fogadjátok szeretettel a kis bemutatómat. Na, sziasztok újból! Most már nem tudom, hogy hányszor köszöntem be ebbe a videóba. Megigazgatom magamat, egy kicsit bebodorítottam a hajamat, és kezdeném egyből a testpermetekkel. Úgy gondolom, hogy amikor beköszönt a jobb idő, egyből emelkedik ugye a Celsius fok. Legalábbis nálam ez úgy van, hogy minél melegebb van, én annál kevésbé bírok magamon elviselni parfümöt, illetve olyan parfümöt, ami nehezebb illat. Tehát a tél folyamán, meg ősszel még úgy elviselek fűszeresebb, nagyon édeskésbe hajló, de tömény illatot már egyáltalán nem, tehát ezeket az ilyen nehezebb, súlyosabb illatokat néha, és azt sem mondom mindig, tehát alkalmakkor este esetleg valami elmenős program alkalmával, de már mondjuk, ha beülnék, mint néző egy színházba, már azért nem fújnám magamra az erős illatot, mert azt gondolnám, hogy zavarom a körülöttem lévőket, illetve színpadra sem soha nem raktam semmilyen parfümöt, és kifejezetten irritált, hogyha a kollégámnak, a partneremnek isteni illata volt amúgy, tehát mondjuk így, ha a büfébe vagy a folyosón összefutottunk, megcsapott egy isteni illat, de ilyen nagyon testközelből, mikor énekelni kell vele, egy erős illatot nem bírok, úgyhogy nagyon sokszor szóltam, hogy ne haragudj, de ezt valahogy szedd le magadról, vagy az előadásra ne fújd be magad, mert nagyon irritál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én rám egyáltalán nem jellemzek ezek a nehéz tömény illatok, de tavasszal és nyáron aztán végképp nem, úgyhogy ide készítettem egy pár testpermetet, és kezdjük egyébként a legújabb szerzeményemmel. Eddig is használtam Victoria's Secret testpermeteket, ez most egy új vásárlásom, amihez egyébként testápolót is vettem, ez az Amber Romance, ez egy édeskésebb illat, és ami alatt egyébként veszem a videót, közben kikeresgéltem, mármint, hogy nem az alatt keresgéltem, küldjél, mondom nektek a videót, de kikeresgéltem mindegyiknek az összetevőit olyan szempontból, hogy mik az illatjegyei, úgyhogy azt csinálom, hogy nem sokat beszélek az illatokról, mert az illatokról nagyon nehéz beszélni, inkább csak típus szerint fogom őket jellemezni. Ez egy édeskésebb illat, és most jöjjön az ő illatjegyeinek az összetétele. A Victoria's Secret Amber Romance illat összetevői cseresznye, borostyán, édes tónusok, szantálfa, aloe vera, vanília, cukor, kamilla és tej. Másik Victoria's Secret testpermet, amit egyébként imádok, és talán az eddigi legkedveltebb Victoria's Secret illatom, és sajnos nem kaptam, és online sem tudom megrendelni, amiből már csak egy ilyen pici van, ennyi, de a tavanyarat végigfújkáltam vele. Tehát én az összes strandra, Velencei tóra, Balatonra, mindenhova ezt vittem magammal, imádtam. Ez egyébként a Bright Palm. És akkor most jöjjön, hogy ő milyen illatokat tartalmaz. Victoria's Secret Bright Palm illata kókusztejet, illetve barackvilágillatot tartalmaz, azon kívül csillámos. Egy harmadik testpermet, az a Bruno Banani-nak a Chucky vagy Chucky Classic, Cassis, nem Classic, Cassis, igen. Ez a Pure Woman, ez egy tipikus női csajos illat. Ez egy, most ha én így beleszagolok, akkor érzek benne valami nagyon-nagyon tavaszi virágillatot, de úgyis mindjárt elmondom, hogy milyen virágcsoport, ami benne van,
illat összetevő. Annyiban különbözik ez az illat egyébként mondjuk a Victoria's Secret illatoktól, hogy gyengébb. Tehát ez nem egy ilyen tartós illat, ez olyan, hogy fújkálhatod magad egész nap, egyáltalán nem fogsz tőle, te sem fogsz megfulladni, sem a környezeted. Egy nagyon friss illat, és szerintem ez a parfüm, ez az ilyen testpermet lesz, az illatom most nyáron, amit így bedobok, így egy strandra menős, mert az az igazság, hogy ez a Victoria's Secret illat egy kicsit erősebb, és még úgy sajnálom is, de ez egy tipikus, csajos, fújkálós, egész napos fújkálós illat, és akkor most mondom az összetevőit. A Bruno Malani illat fő összetevői frézia, ciklámen, mangó, ember és vanília. Talán egy múltkori haul videóban már mutattam a Pret-a-Porter-t, és ide készítettem egyébként a dezodorját is, ami egyébként egy óriási kiszerelés. Ő egy talán 200 millis, igen, egy 200 millis, és a maga a parfüm pedig 100 millis. Erről is talán beszéltem, de most is elmondom, hogy amikor 96-ban Bilbaóban versenyeztem, tehát ez Spanyolország, Baszkföld, akkor tört be ez a márka. Pontosan 96-ban alapították, illetve tervezték, fejlesztették, és akkor dobták piacra, és az El Cortes Inglés nevű üzlethálózat egyikébe, ez egy ilyen pláza dolog, folyamatosan mászkáltak ilyen kis eladónők, és mindenkinek a kezébe nyomtak illatmintát, ilyen kis piciket, és addig-addig tuszkolták rá, hogy vegyél, amíg én azt mondtam, hogy jó, megveszem, és nem csalódtam, és gyakorlatilag több mint 20 éve, tehát 25 éve nekem ez egy kedvenc, igazán nyári illatom, ez egy nem olyan citrusos illat különben, mint általában a citrusos illatok, hogy olyan könnyen elillanó citrusos illat, hanem ez egy kicsit erősebb, és ez egy nagyon tartós illat, úgyhogy becsapós, mert könnyű nyári illatba sorolom be, citrusos kategóriába, de azt el kell, hogy mondjam, hogy egy picit töményebb, és egy nagyon tartós illat. Ezt én párba rendeltem meg, és mondom is róla, hogy miket kell még Pret-a-Porter tudni. Pret-a-Porter illat. Ibolya levelek, tamarindusz, narancs, rózsaszín, grapefruit, rózsa, fekete bors, frézia, kardamon, szerecsendió, magnólia, és az alapillata szantálfa és moha. Szerintem, aki követi a csatornámat, az tudja, hogy van egy álomillatom, amihez ragaszkodom most már több mint 20 éve, és ez egy friss illat, de viszont ez is egy nagyon tartós illat, ami a Tommy Hilfigernek a Girl illata, látjátok, már ennyit elhasználtam, gyakorlatilag én egy évig használok egy ilyen 100 millist, és ez a 4 évszakos parfümöm. Tehát ezt azért hoztam most ide, mert ezt ugyanúgy felrakom nyáron, mint tavasszal, mint télen, mint ősszel, nagyon tartós illat, friss illat, egy nagyon karakteres illat, és én szerintem egy olyan nőnek ajánlom, mint én vagyok, na jó, tehát ezt nem lehetett kiadni, szóval egy nagyon öntudatos nőnek. Tehát ez egy nagyon masszív karakteres illat, és olyan, hogyha belépsz a terembe, akkor tuti mindenki ezt érezni fogja, és ha már csak nem azért figyelnek föl rád, mert annyira különlegesen nézel ki, hanem mi ez az illat, és kin van, akkor ez az illat ilyen, úgyhogy mesélek róla is egy pár mondatot. Tommy Girl. Mandarin, fekete ribizdi, kamélia, almafa, menta, ibolya, lonc, lilium, citrom, rózsa, szantálfa, bőr, cédrus, magnólia, jázmin. Most következzen egy nagyon-nagyon finom, igazi, tavaszi, friss illat, ami nem más, mint szintén egy közel, hát azért 20 éve nem, de mondjuk egy 10 éve igazán kedvenc illatom, az Yves Rocher-nak a Common Evidence illata, ez egyébként egy limitált kiadás, ez a kis virágos. Maga az originál csomagolása nem így néz ki, ez egy ilyen letisztultabb, egyszerűbb csomagolás, ez egyébként egy limited edition volt, talán karácsonyi, és imádom. Tehát ez ilyen, tudjátok milyen illat? Megyünk Olaszországba, és egy ilyen kis olasz falu, és minden tele van virággal, és ilyen babarózsák, és mindenféle futó rózsák, és muskátlik, és mindenféle mezei virágok így a kövek között,
és ilyen macskakő, és mondjuk ilyen Santorini, és így megyünk előre, így felfele valami hegynek föl, és így megcsap hirtelen egy ilyen illat, és ez az illat. Tehát én ezt képzelem el, ez illat köré, egy ilyen képet, vagy akár egy Görögország, ilyen meteorák, vagy Halkidiki félsziget, és megyünk egy ilyen hajókirándulásra, ez az illat. Én nekem ez ugrik be, az egyik kedvenc illatom, és mondom az összetevőit. A Common Evidence illatban rózsa, jázmin, gyöngyvirág, először ezek bontakoznak ki, majd utána moha, pacsuli, és az illat megnyugtató és harmonikus hatását ezek összetevői biztosítják. Nem tudom nem kihagyni a Chloe illatot, ami nekem az egyik illatom. Ajándékba kaptam, anyukámhoz átvittem, viszont megrendeltem a dupját, ami tulajdonképpen majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy erősebb illat, mint az eredeti. És nem elégszer ajánlom nektek a Jodelma oldalát, a Jodelma parfüm webshopot, ahol valami csodálatosan fantasztikus másolatokat készítenek világmárkák illatairól, és ez a Chloe illat, ez a Seduction, vagy Seduction, ez brutál jól sikerült. Tehát ez, gyerekek, nem lehet megmondani, hogy amikor például most odaállt voltam anyukámnál, és magamra fújtam a Chloe-t, és utána ide fújtam a jobb csuklomra, nem tudom megmondani, hogy melyik az eredeti. Tehát nem tudom megmondani, van benne kis gyöngyvirág is különben, azért vittem át anyukámnak, mert ő azt imádja, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez az illat, és megint ide fújok, mert ide fújtam ezt a másolatot, itt van az eredeti, ami még mindig nagyon-nagyon érződik, tehát ez valami isteni, és ez nekem az igazi nyári-tavaszi illatom, igazából a Chloe-t télen nem is szoktam használni, nem jellemző, isteni, és olyan igazi, hát most ne értsétek véled, olyan pasifogó. Tehát ilyen első randira ezt nagyon javaslom azoknak, akik egyedülállóak, szinglik, és ismerkednek, és első randira mennek, mert ha a Chloe-t magukra fújják, akkor szerintem már nyert ügyük van. Úgyhogy csodálatos illat, mesélek róla. A Chloe illat frézia, babarózsa, licsi, gyöngyvirág, magnólia, rózsa, borostyán és virginiai boróka illat összetevőit tartalmazza. Most folytatnám egy olcsó árkategóriával, amit drogériában meg tudtok szerezni, a C-True Harmony Bliss illata. Egyébként ez annyira klassz, mert ilyen van benne valami kis ilyen kristályszerű dolog, hogy az, hogy mi a funkciója, az fogalmam sincs. Lehet, hogy csak annyi, hogy dizájnos. Ez is egy ilyen könnyű, citrusos illat. Remélem, hogy tudok nézni valami illat összetevőket, de nagyon hasonló egy ilyen Chloe kategória. Tehát ez az ilyen nagyon friss, nagyon virágos, egy pici citrusos, de inkább virágos illat, és nagyon könnyű illat, úgyhogy remélem találok róla információt. Citru, Harmony Bliss, körte, mandarin, szorbet, eper, magnólia, jázmin, rózsa, fa, pézsma, ámbra. Mindenképpen nyári tavasz illatnak sorolom be az Yves Rocher-nak ezt a Naturel, igen, ez a Naturel illata. Sokan mondják, hogy hasonlít nagyon a Dolce Gabbana egyik illatához, vagy a Light Blue-hoz. Az igazság, hogy én nekem az a parfüm egyáltalán nem lett a kedvencem, és amikor akkora nagy hype-ja volt, és még a mai napig rengetegen használják a Light Blue-t, én annyira úgy nem voltam érte oda, de őszintén megmondva, az Yves Rocher-nak ez a Naturel illata nagyon tetszik. Tehát ez igazából nagyon-nagyon bejött, és egy nagyon kis, könnyed, nagyon nőies illat, nagyon virágos illat.
És egy olyan illat, amivel én szerintem nem lehet mellélőni. Én ezt ajándékba kaptam a múltkori rendelésemnél, de már volt olyan is, hogy megvettem, mert annyira szeretem. Ezt is kifejezetten meleg napokra, meleg hónapokra, tavaszra ajánlom, és nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, most jöttem rá, hogy az ilyen nyári tavaszi illatok, azok ilyen sárga, zöld, narancssárga, és ilyen rózsaszín csomagolásban vannak. De tényleg, itt mind, amit látok magam körül, az ezek a színek. A nehéz illatok, meg ez a sötét színek, bordó, lila, kék, tényleg ez nagyon érdekes, hogy ez miért van. Minden esetre ez egy nagyon szép kis üvegben is van, úgyhogy mondok róla egy-két dolgot még extra. Yves Rocher Naturel, bergamot eszencia, jázmin és sziporkázott cédrus eszencia koktélja. Jöjjön egy nagyon-nagyon finom illat, ezt én gyakorlatilag megörököltem, mert szegény Feri anyukájáé volt, akit tavaly elveszítettünk, de a szívünkben örökké itt van, és elhoztam egy-két olyan tárgyat, ami hozzá tartozott, és még hozzá illatokat is, és az egyik parfüm, amit használt, az a Nina Ricci-nek a ikonikus Nina Ricci parfüme, ami egy nagyon finom illat. Igazából én nem vettem volna meg magamnak, nem az én illatom, de egy nagyon-nagyon könnyű, tavaszi, friss illat, és nagyon sokan szeretik. Egy nagyon kifinomult, egy nagyon elit, nagyon különleges illat. Nem feltétlenül fújkálom magamat vele, igazából ez így nekem egy ilyen fontos helyen van kint a fürdőszobában, hogyha ránézek, akkor mindig ő jut róla eszembe. Néha fújok egyet, ezt nem én használtam el igazából, és még egyébként nagyon finom illata van. Ez inkább nekem egy emlék, de mondom az ő összetevőit is. Nina Ricci Nina, kalabriai citrom, alma karamellben, gardénia, cédrusfa, fehér pézsma, gyümölcsös virágos illat. Ide hoztam egy egész új illatomat, amit az Alma Papi csatornán fedeztem föl. Krista ajánlotta, és hogy ő szereti ezt az illatot, megszagoltam, nagyon tetszett, megrendeltem. Ez a Tom Taylornak az illata, majd pontosan megnézem, hogy mi az ő neve, mert van neki, azt hiszem, talán ő is girl, de nem biztos, nem akarok rosszat mondani, mindjárt elmondom úgy is, hogy milyen összetevői vannak. Nagyon finom illat, édes illat, de egyáltalán nem nehéz illat, szerintem ez is egy 4 évszakos illat, úgyhogy bátran ajánlom, és nagyon-nagyon szeretem ezt az illatot, nagyon tetszik, mondom róla, hogy mit kell tudni. Tom Taylor Urban Life, mandarin, narancs, ribizli, jázmin, narancsvilág, barack, pacsuli, vetiver és karamell. Ide hoztam egy ilyen kicsi sportosabb illatot, ami egy inkább édesebb illat, de szintén nem egy ilyen nagyon durva parfüm erős illat, tehát mindenképpen egy könnyedebb illat. A Nike-nak az Ultra Pink parfümje, amit én inkább egy eau de toilette vagy testpermet kategóriába sorolok. Tulajdonképpen egy nagyon kis hogy mondjam, az édes és a könnyű illat között, most ezt nagyon jól elmondtam, tehát tudjátok, azért illatokról nagyon nehéz beszélni, de ez egy olyan illat, én azt tudom most mondani róla, hogyha mondjuk elmennék úszni, tehát ez most nem egy ilyen strandolás, hanem hogy kifejezetten egy úszodába úszni, akkor szívesen fújnám be magamat utána ezzel, mert egyben friss illat is, de van egy kis ilyen szexi benne, ilyen kis olyan kicsit édeskésebb, egy kicsit erotikusabb vonal, és hogyha én például elmegyek úszni, itt van közelünkben nagyon, nagyon közel gyalog is, egy nagyon klassz kis úszoda, akkor én utána úgy érzem magamat, hogy olyan friss vagyok, ellenállhatatlan, és ide nekem az oroszlán, és akkor szívesen fújnám be magam ezzel az illattal. Tehát ez nem egy ilyen könnyű nyári friss illat, hanem egy olyan kicsit karakteresebb illat, nem tudom jobban megfogalmazni.
Van benne valami édes, de nem sok. Értitek? Tehát abszolút elviselhető, és nyáron én szívesen fújok magamra édes illatot. Úgyhogy mondok róla egy pár mondatot. Nike Ultra Pink, rózsabors, tavaszi virágok, kókusz, karamell. És ennyi. És a végére hagytam egy ikonikus illatot, ami szintén az én egyetemi éveim alatt tört be az életembe, és a mai napig, hogyha beleszagolok és magamra fújom, akkor egy ilyen teljes illatbódulat és illatmámor, és ami nem más, mint a Cerutti 1881, ami szerintem egy abszolút tavasz illat, nekem ez a szerelem illat, az első nagy, igazi nagy szerelmem, aki gyakorlatilag így az első férjem is volt, azt az időszakot hozza vissza, amikor így flangáltunk a körúton, meg mentünk moziba, meg mentünk cukrászdába, meg ilyen nagyon romantikus esték voltak, és én akkor ezt használtam. Ez egy igazi szerelem illat, nem tudom máshogy mondani, tavasz, szerelem, bujaság, imádat, és nagyon-nagyon jó emlékek fűznek hozzá, úgyhogy mondok róla egy-két mondatot. Cerutti 1881, gyöngyvirág, ibolya, frézia, bergamot, nőszírom, mimóza, tubarózsa, borostyán, szantápa, pézsma, vanília, cédrus. Szóval, lányok, fiúk, ennyi lett volna most nekem egyelőre ez a nyári tavasz illatajánló. Én remélem, hogy kaptatok inspirációt. Én remélem, hogy van olyan parfüm ezek között, illetve testpermet, ami felkeltette a figyelmeteket, hogy elmentek egy drogériába, hogy beleszagoltok, esetleg megveszitek. Írjátok meg nekem, hogy ezek közül használtok-e valamit, azt is, hogy mi a ti kedvenc tavaszi-nyári illatotok, esetleg van-e olyan ezek között, amiket itt mutogattam, mert rengeteg dolgot mutattam szerintem. Tehát nézzétek meg, hogy mennyi illatot ajánlottam, hát több mint 10 illat, wow! És írjátok meg, hogy ezek között van-e olyan, ami nektek is megvan, amit szerettek. Tehát ezeket a kommenteket várom, illetve egy lájkot, hogyha tetszett ez a videó. Én örülök, hogy ennyien követitek a csatornámat. Elképesztő, hogy most már egy nap alatt több mint 1000-en megnézitek a videómat. Ez egyszerűen elképesztő. Tehát, hogyha tényleg azt nézem, hogy egy olyan 2 éve kezdtem el igazán aktívan ezt a csatornát úgymond működtetni, és az elején olyan 100-150 megtekintésnek, hú, akkor már mennyire örültem, és most egy nap alatt megnézitek 1000-en, vagy még többen, meg van olyan videó, amit 3-4 000-en, elképesztő. Jó, vannak olyan videóim régebbről egyébként, amik ilyen szakmai videók, és pont a múltkor néztem, hogy 64 000-en néztek meg egy ilyen énektechnikai videómat. Egy nagyon-nagyon kedves régi növendékemet tanítom, és azt ennyien megnézték, hát szóval nagyon-nagyon-nagyon durva, de ez a csatorna teljesen átalakult ugye ilyen beauty csatornává, és nagyon sok új követő jön, aminek szintén nagyon örülök, úgyhogy hozzátok is szólok, akik újak vagytok a csatornámon, szörfölgessetek, nézzétek vissza a régebbi videóimat is, mert vannak nagyon klassz videók, szerintem az utóbbi időben már egyre jobban veszem föl, szerintem valahogy flottabbul megy az egész, mindig is természetes voltam, avval nincsen gond, úgyhogy ez legyen a végszó, várlak titeket vissza. Legközelebb is, addig is vigyázzatok magatokra, találkozunk hamarosan, sziasztok!